My Choice, az én választásom. Olá Gergely Máté kiállításának címe nagybetűkkel virít egyik ikonikus képén egy idősebb, velünk farkas szemet néző férfi alakja alatt. Portré vagy életkép? Míg Olá Gergely Máté munkáit a klasszikus fotográfiai képalkotás jellemzi, centrális elrendezésű, fekete-fehér képei mégis a kortárs street fotó vonalához kapcsolódnak. Fotográfiáin megáll az idő, lelassul a néző. Kontrasztos alkotásain puha átmeneteket vagy mosolyogtató szituációkat láthatunk, amelyek mindennapjaink részét képezik. A street fotó szerintem mindig is trendi volt, mert az emberek 100%-ban megfordulnak az utcán, és érdekes módon a saját maguk is mindig elcsípnek egy-egy képet, amit látnak, vagy egy-egy mondatot, amit hallanak, és ez utána mindig is beszédtéma volt az emberek között. Aztán az, hogy vannak fotósok, az egy extra érték nyilvánvalóan, és ők tudják, szerintem ezek a fotósok tudják becsempészni ezeket az apró elkapott pillanatokat a közéletbe, és meg tudják ragadni az igazán fontos pillanatokat, a kevésbé fontosnak tűnő pillanatokban is tudnak kiemelt pillanatokat képezni, szó szerint, és korlenyomatként is tudnak működni ezek a fotók, tehát a street fotó több mint 100 éves tulajdonképpen. Ebben nem nagyon szoktunk bele gondolni szerintem szinte senki, mert tényleg trendinek tűnik az a szó, hogy street fotó, egy új hullámos dolognak tűnik, pedig hát André Kertésztől kezdve nagyon sok francia művészen át pontosan tudjuk, hogy ez jelen van már 100 évet. Olá Gergely Máté rövid reklámos kikacsintás után szabadúszó fotósként dolgozik, leginkább portrékat és utcafotókat készít, de nem áll tőle távol a szociófotózás sem. Hol emberi érzékenységgel, hol játékos, humoros aspektussal dokumentálja a nem hírértékkel rendelkező pillanatokat, banális jeleneteket, dinamikus vagy éppen harmonikus kompozíciók formájában tárva a jelent a nézők elé.